Év elején válogató napot tartottunk, ami egy nap programlovaglásból és egy nap konzultációs edzésből tervezett össze. A programlovaglásokat a bírók és az edzők videóelemzése követte. Erre épült a második napi korrekciós edzés, melyet Ács Róbert tartott. A két nap alatt sok értékes lovaglást és tehetséges fiatalt figyelhettünk meg, akikkel lehet építeni a jövőt. Olaszországban 6 magyar páros képviselte hazánkat. A 3 nap alatt 5 második, 3 harmadik helynek, illetve további helyezéseknek örülhettek lovasaink. Laurent van Leeren edzőtábor és edző továbbképzés. Az első nap gyakorlati részből állt, ahol a magyar lilovagló válogatott tagjainak edzéseit lehetett megtekinteni. Ezt követte második napon Laurent van Leeren előadása, melyben a lovasportban felmerülő sportpszichológiai kérdésekről beszél. Az eseményt Ari Jomtok támogatta. Lipica egyik főbb állomásunk volt 2015-ben. Két póni lovas, két junior, egy fiatal lovas és három felnőtt lovas képviselte hazánkat. Ezen versenyen fiataljaink egytől egyig megszerezték az Európa-bajnoksághoz szükséges kvalifikációt. Németországi Hagenben 8 lovassal és 10 lovval képviseltük hazánkat, junior, gyermek, illetve póni kategóriában. 2015-ben Magyarország először állított ki junior csapatot korosztályos nemzetek díján. Jomtov Jármin Vigaszák körjének köszönhetően a magyar himnusz is megszólalt.
Dubán a 2015-ös korosztályos Európa-bajnokság, ahol 26 ország 170 lovasa versenyzett. Három korosztályban két csapatot és egy egyéni indulót állítottunk ki. Gyermekcsapatunk negyedik helyen végzett. Lovasainknak két korosztályban is sikerült a döntőbe jutniuk. Malmöben a 2015-ös Pony Európa bajnokságon két egyéni indulóval képviseltük hazánkat. Darmstadtban Ács Robert, Szőke Tóth Berél és Gárdi Antonia képviselte Magyarországot. Thank you.
Fóti nemzetközi versenyen 13 páros képviselte hazánkat. 3 póni, 5 junior, 1 a kiskörben és 4 a nagykörben. A Magyar Lovasszövetség 2015. szeptemberétől szakágunkban is elindította a tehetséggondozó programot 10 és 21 év közötti fiatalok részére. Talent programba felvételt nyertek Berci Borbála, Dancsó Gréta, Dancsó Zsófia, Dezső Júlia, Farkas Boglárka, Gyorsok Luca, Kurunci Réka, Lázár Zsófia, Magdorka, Malackok Fanni, Nagy Panka, Lucer Zsófia, Rossi Krita Sára, Jomtok Jármin, Érdi Gabriella, Gárfi Antónia, Jakab Dalmat, Kardos Adrien, Kis Rebeka, Nél Eszter, Patik Csenge, Schmidt Rebeka, Tili Dóra Emma, Radányi Viktória. Elmúlt ennek is vége, az iskola útparamra sem áll. Vége az évnek, pont ez a lényeg, a csomagom két van a küszöbön áll. Oly nehéz most jónak lenni, el se tudnád képzelni. Kaposvári világkupán Iván Hanna, Rapi Kitti, Szőke Tud Beril, Gálti Antónia, Nél Eszter, Jomtov Jázmin, Gémes Barnabás, Zeisz Erika, Nébel Viktória, Büki József, Szalai Nikolett és Németh Gábor képviselték hazánkat. Katrina Wüst, az ötcsillagos nemzetközi díjlovas bírónő, háromnapos továbbképzése. Az első két nap a lovasokat, míg a harmadik nap a bírókat és az edzőket szolgálta. Az esemény házigazdája Ari Jomtok úr volt.